Köszöntöm nézőinket, az ismerős mai vendége Barna Sándorné Lonci, aki Tamásiból érkezett hozzánk, és engedjenek meg nekem egy kis puskázást. Szakmai tudása, a szakma iránti elkötelezettsége, felelősség tudata és lelki ismeretes munkája méltóvá teszi a megyei elismerésre. Hát kedves Lonci, ez a megyei elismerés november 11-én a Szociális Munka Napja alkalmából járt önnek, hogy így mondjam, annak a személynek, aki Tamási város idősek gondozási központjának a vezetője, és hát nincs más kiinduló alap, mint hogy elmondjam a nézőknek, hogy 69 óta dolgozik szociális ágazatban. Hát hogy kezdődött mindez? Hogy indult ez az elkötelezettség? Én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a Tolnatáj Televíziónak a nézőit, és valóban nagyon-nagyon régóta dolgozom a szociális szakmába, és úgy érzem, hogy a hosszú idő alatt hivatásommá vált, és végtelenül szeretem ezt a munkát csinálni. Úgy gondolom, hogy ezen a pályán, akik idősel, fogyatékosokkal dolgozunk, csak az marad meg, aki valóban hivatásának érzi ezt a pályát, és szívvel, lélekkel dolgozik az ellátottakért. Aki ennyire elkötelezi magát egy irányba, azt gondolom, hogy azért kap valamiféle indítatást, valami inspirációt. Mi volt ez önnél, ami ezen irányba terelte, és hát mikor jött ez? Hát én úgy gondolom, hogy nekem az kezdeti időponttól kell kezdenem. A Felsőnyéki Általános Iskolába tanultam én, 8 általános iskolát ott végeztem, és én úgy gondolom, hogy olyan szerencsés voltam abban az időben, hogy olyan pedagógusaim voltak, hogy maximálisan emberséget tanultunk. Utána bekerültem a Béri Balog Ádám gimnáziumba, Tamásiba, ahol szintén olyan nagyon kellemes élményben volt részünk 4 éven keresztül, hogy olyan tanáraink voltak, akik becsületre és emberségre tanítottak bennünket. Ezt követően megismerkedtem a szociális szakmával, nagyon nehéz volt az elején, nem bent voltunk irodában, meg nem a gondozási központban, mint most jelenleg csinálom, hanem volt a járásnak egy nagy területe, Tamási járáshoz 31 község tartozik, és bizony mi minden nap mentünk busszal, vagy éppen vonattal, akkor még vonat közlekedés is volt, vagy pedig személyautót kaptunk, de az volt a ritkább. Ha fújt, ha esett, ha napsütött, akkor is mentünk az idősekhez, igen, és helybe látogattuk meg őket, ahol laktak. Mert intézmény az utána kezdett csak ez az intézményi láncolat kiépülni, ami jelenleg megvan, addig bizony az otthonukba kérték a segítséget, és várták el, hogy meglátogassa őket valaki. És én ezt nagyon nagy lelkesedéssel csináltam akkor is. Tehát az otthonukban kellett az időseket ellátni tulajdonképpen. 87 egy fontos dátum, akkor lett vezetője a központnak. Ez hogy alakult ki? Ugye azt hiszem, hogy ez egy elég hosszú út, amíg valaki minden nap ebben a 31 községben járja a maga idősét, hogy így mondjam, és segít, és utána pedig hát egy vezető lesz belőle. Hát én úgy gondolom, az akkori főnökeimnek köszönhetem, hogy a munkám alapján érdemesnek tartottak arra, hogy az idősegondozási központjának a vezetője legyek. Öregek napközi otthona már volt akkor Tamásiba. Ez bővült egy bentlakásos gondozóházzal, a 10 fő férőhelyen rendelkezik jelenleg is, amit majd később szeretnénk bővíteni. És ennek a kialakult időseggondozási központjának lettem a vezetője, és nagyon jó munkatársaim vannak pillanatnyilag, és 14-en vagyunk ebben az intézményben. Említi a munkatársakat, és említi ezáltal azt is, hogy jó a hangulat, de azért mi ejtsünk szót a szakmai munkáról is. Két program is az ön nevéhez fűződik, ami elindult Tamásiban, és ön építette ki. Mik ezek? Hát az egyik a Kapu program. Ez egy eléggé tulajdonképpen még ismeretlen munka Magyarországon, talán most kezd elterjedni. Ez Tamási városban egy önkéntes munkát jelentett a szociális munka területén. Én Békés Csabán kaptam egy úgynevezett koordinátori képzést, ami elindított bennünket az önkéntes munkát, hogy hogyan is kezdjük meg, hiszen nem ismeretlen volt számunkra is. És
nagyon lelkes kis csapattal dolgoztam. Tamásiban úgy alakult ki, hogy fiatalabb nyugdíjasok vállalták ezt a munkát, és én csak köszönettel tartozom nekik, hogy milyen odaadással és milyen lelkiismeretesen hozzáálltak ehhez a munkához. Szinte csak tiszteletdíjér ezt tudom mondani, mert nem a pénzért csinálta senki. Költségtérítésre kaptak egy minimális költséget annak idején. Mi volt az önkéntesek feladata? Szerteágazó volt. Én azt tudom mondani, vagy hogy... mi, bocsánat, hogy, jelen időben. Igen, hogy ők maguk találták azt ki, hogy mi is legyen a feladatuk. Természetesen megbeszéltük. De nekem azt hiszem a legemlékezetesebb az volt ebben az időben, amikor az önkéntes munka folyt Tamásiban, mert pillanatnyilag sajnos nincsen, hogy egy idős néni teljesen egyedülálló volt, nem volt hozzátartozója, és sajnos a végét élte az életének, és köztudott, hogy egyedül meghalni nem egy könnyű dolog, meg nem kellemes senkinek, és mi ebben segítségére voltunk, hogy valakinek a kezét fogja, és úgy menjen el, hogy ne egyedül. Én azt hiszem, hogy nekem ez egy örök emlék marad, amire mindig fogok visszaemlékezni, hogy ennek a néninek tudtunk segíteni. Én azóta is azon dolgozom, mint említettem, az időseggondozási központját bővíteni szeretnénk Tamási városba, és nagyon szeretném, ha az intézménynél kész tervvel rendelkezünk, kialakulna egy hospice szoba. Én ezt úgy képzelem el, hogy akinek nincs családja. Tehát nem a családtól akarjuk mi azokat az embereket elvenni, akik haldokolnak, hanem aki egyedül van, azt behoznánk ebbe az intézménybe, és úgy menne el, ahogy méltó, emberhez méltó. Nagyon nehéz lehet ebben a munkában ez, amiről most beszélt, hogy az idős gondozásban, bár most a szemléletváltások egyre inkább arra próbálnak rávilágítani, hogy egy idős otthon, egy idős gondozási központ kapcsán ne arra gondoljunk, hogy ennek az intézménynek az a szerepe, hogy itt meghalljon az idős ember, hanem hogy az utolsó éveket szépen a megfelelő körülmények között élje le. De hát sajnos az út vége, az mindenkinek az út vége. Hogyan lehet ezt feldolgozni? Hogyan lehet ezzel együtt élni, hogy bizony itt önök ennek a közelében végzik a napi tevékenységet? Hát mivel idős emberekkel foglalkozunk, valóban az utolsó útra is gondolnunk kell, de a munkánknak a 80%-a azért nem ennyire szomorú. A 80%-a abból áll, hogy idős napjaikat megszépítsük. És én úgy gondolom, hogy ez a 14 ember, aki pillanatnyilag az intézménynek a főállású dolgozója, az mindent megtesz naponta annak érdekében, hogy ez így legyen. Én el tudom mondani, hogy nagyon szívesen és örömmel jönnek a bejárók minden nap. A 10 ember, aki bent lakik, az végtelenül boldogan éli az életét. És kint a városban, aki kéri a segítségünket, maximálisan megadjuk, és ők is szeretettel fogadnak bennünket naponta az otthonukba. Ez az otthoni szakápolás, ami a másik program, a kapu program igen, mellett, ami igen. Az ön nevéhez fűződik. Ennek mi a szerepe Tamásiban? Az otthoni szakápolás az más fogalom, a házi gondozás van, ami a szociális munkához fűződik, a házi gondozás és az étkeztetésnek a kihordása. A szakápolás az végül is egy egészségügyi feladat. Na most ez a gondozás, ápolás, ez úgy komplex, hogy a szociális gondozó és a szakápoló, az egészségügyi dolgozó összedolgozik. Ugyanis, ha van egy beteg ember, akkor annak gondozásra is szüksége van, és egy szakápolóra, tehát egy nővére is szüksége van. Például mondok egy példát, valakinek van egy sebe, amit naponta be kell kötözni. Akkor elmennek a gondozónővel, ő a gondozási munkát elvégzi a beteg körül, az alatt a szakápolást, a nővér munkát elvégzi a nővér. Tehát arra vigyázzunk, hogy egyik a másiknak a munkájába hát maradjon meg a kompetenciája igen. Mindegyiknek. És ez egy így komplex egész ez a gondozási forma. Nagyon jól megvagyunk egymással. Természetesen annak sincs semmi akadálya, hogy ha például valaki szabadságra megy, hogy egyik a másikat helyettesítse.
A szakápolót természetesen csak a képzettségének megfelelő ember helyettesítheti, ilyen nálunk van is. Tehát ketten vannak az intézményben, akik pillanatnyilag felnőtt szakápolói végzettséggel rendelkeznek. Jó hallani, hogy ilyenekről beszél, és tényleg azt, hogy ilyen programok épülnek ki önök által, és ez azért is érdekes, mert pont a szociális munka kapcsán fogalmazódott meg az, hallottam egy olyan véleményt, egy minisztériumi állásfoglalás volt ez tulajdonképpen, hogy ugye amikor annak idején a szociális munka elindult Magyarországon, akkor mi átvettünk nagyon sok külföldi modellt. Nem volt kiépített hazai magyarországi modell, és most azt mondják a minisztérium munkatársai, hogy Magyarországon már nagyon-nagyon jó kiépített modellek vannak, ami probléma nálunk, hogy a technikai feltételek, a különböző feltételrendszerek nem teljesülnek, de hogy Magyarországon annyira elhivatott és annyira lelkes szakemberek dolgoznak, hogy szinte még valahol ezeket a hiányosságokat ez is pótolja. Ez így igaz. Én úgy gondolom, hogy még helységenként is különbözik a szociális gondozási munka. Minden város, minden helység másképp tudja azokat a feltételeket megteremteni, amire ő neki magának szüksége van. Nagyon-nagyon sok függ a szakembereken. Tehát mi nagyon sokat pályáztunk, rengeteg pályázatot küldtünk be. Van alapítványunk, ami... Ez is az ön nevéhez fűződik, az alapítvány létrehozása is. Van alapítványunk, ugyanis rájöttünk, hogy muszáj magunkon segíteni, mert az önkormányzatnak mindenre sajnos nincsen pénze. És nagyon-nagyon szépen kialakult ez a civil munka az idősek megsegítésére, és én büszkén mondhatom, hogy most már 6. éve, vagy 7. éve, nem tudom most pontosan, hogy az alapítványunk működik, és egyre bővebb segítségnyújtást tudunk az időseknek ezáltal tenni. Természetesen az eredeti ötletünk ez azért is volt az alapítványnak a létrehozása, hogy az intézménynek a feltételrendszerét javítani tudjuk, tehát a dologi, segíteni tudjunk, hogy vásárolni meg tudjunk valamit, vagy tüzelőt vásárolunk ott, ahol másképpen nem tudjuk megoldani, és nem pénzt viszünk, hanem a tüzelőt visszük oda a házhoz az alapítványnak a megsegítése által. Szép feladatok ezek, nagyon szép feladatok, bár mégis sokan vannak, akik azt mondják, és ez nagyon érdekes, hogy nem biztos, hogy tudnának időseket gondozni, idősekkel dolgozni. Erről mit gondol? Hát úgy gondolom, hogy erre a munkára születni kell. A pályán csak az marad meg, aki nagyon szereti az időseket, és át tudja érezni azt a problémájukat naponta, amit ők adnak a számunkra. A megoldó képességet nagyon-nagyon gyakorolni kell naponta, és sok esetben bizony a gondozónőnek 1-2 perc alatt kell dönteni, mert nem mindig vagyunk ott a sarkukban, a házaknál, vagy bárhol, és ő neki maga kell eldönteni azt, hogy most milyen segítséget hívja a mentőt, megy az orvoshoz, vagy éppen betelefonál hozzánk, hogy mégis mit is csináljon. Az idős embereknek az elfogadása a fő feladatunk. Biztosan szebb egy kisgyerekkel vagy egy gyerekkel dolgozni, de a mi szakmánk, a mi hivatásunk meg külön szépséget rejt. Sokat dolgoztunk, beszéljünk most egy kicsit önről, a családról. Hát gondolom van egy másik szerepkör is, amely ezt jelenti, az otthont, a házi asszonyságot. Hát kik várják oda-haza? Igen, második házasságomat élem. Ezáltal a két felnőtt lányom mellé még kaptam egy fiút is. Második férjemnek a kisfia, ő velünk él. A két lányom, a kettők már férhez mentek. Mindegyik lányomnál van egy-egy unoka. Van egy gyönyörű kisfiú unokám és egy nagyon szép kislány unokám. Az egyik Gyurika, a másik Alexa. Nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk. Férjem Barna Sándor, aki hegesztő szakmunkás, nagyon jó hegesztő. És én úgy gondolom, hogy a családi békét, harmóniát, azt maximálisan megélem naponta. Nagyon-nagyon szeretem őket, az egész családomat.
Összetartó család az önöké, nem? Úgy igen, érzem önön, igen. Ahogy az intézményt is, gondolom a igen. Családot is összetartja. A családom is összetartó, és hogy ne feledkezzek, meg van még a férjemnek egy kislánya, aki ugyan nem velünk él, de nagyon szeret hozzánk jönni, és két hetente mindig meglátogat bennünket, ő tanul pillanatnyilag. A fiam az már dolgozik. Mire van még ideje esetleg a munkán és a családon kívül? Van-e valami olyan elfoglaltság, amit azért mindig megpróbál beilleszteni, történjen bármi is? Hát most elég nagy fába vágtam a fejszémet, ebben a ciklusban testületi tag vagyok, önkormányzati testületi tag Tamásiba. Én úgy gondolom, hogy amikor az ember egy ilyen megbízatást elvállal, természetesen örömmel teszi, hiszen a választók akaratából történik. Én is így kerültem be a testületbe, az MSZP frakciónak vagyok a tagja. Nehéz feladat. Sokszor kellemes, sokszor kellemetlen. De én úgy gondolom, hogy azért, ha az egész működésünket nézzük, akkor várjuk azt a napot havonta, hogy ismét összejöjjünk, és olyan munkát tudjunk végezni, ami a lakosságnak az örömére, a megelégedettségére szolgál. Természetesen nem mindig úgy sül el, ahogy mi szeretnénk, mert mindig a pénz hiány, de azért igyekszünk úgy dolgozni, hogy ez jó legyen. Mi motiválta leginkább arra, hogy jelöltesse magát és elvállalja ezt a fajta munkát is? Talán úgy tudom megfogalmazni, hogy amióta dolgozom, a közösségért dolgozom. Nagyon sok társadalmi munkát végeztem, amióta munkám során, amióta az eszemet tudom, azóta társadalmi munkát végzek, és talán ez motivált, hogy még mielőtt nyugdíjba megyek, egy ilyen megmérettetést vállalok. És úgy gondolom, hogy nem volt hiába való, viszont most már majd lassan-lassan a nyugdíjas éveim fele kell tekingetni, hiszen 2 év múlva, 3 év múlva körülbelül nyugdíjba szeretnék menni, de a társadalmi munka akkor is meg fog maradni, hiszen elvállaltam a Gyengén Látok Egyesületébe egy elnökségi tagságot, ahol szeretnék megmaradni, tehát segíteni szeretnék nekik akkor is, ha nyugdíjas leszek. Úgy gondolom, hogy a többit azt lassan-lassan visszaépíti az ember, hiszen a nagymama szeretné, szebb nincsen, és ha nyugdíjas leszek, akkor nagymama szeretnék lenni maximálisan. De olyan határozott ebben a nyugdíjkérdésben, más lehet, hogy éppen úgy van vele, hogy bele se akarok gondolni, de úgy érzem, hogy készül rá. Ez most már egy ilyen jó leső érzés, hogy azért eljön ennyi év után az, amikor tényleg, ahogy említette, az unokák és igen. Több idő a családra? Én nekem nagyon sokszor van egy ilyen lelkiismeret furdalásom, hogy nem tudok eleget segíteni a gyerekeimen, nem tudok eleget az unokáimmal lenni, és én úgy gondolom, hogy a nyugdíjas kor az talán meghozza nekem azt, hogy maximálisan kiszolgáljam őket, és a maximális szeretetemet ő feléjük irányítsam. Így nagyon-nagyon meg kell osztanom ezt a szeretetet, hiszen a munkámnak a profilja olyan, és lehet, hogy már amikor az ember hazaér, akkor nem is olyan a türelme, bár nem szoktam észrevenni, de biztos, hogy így van, és a gyerekek érzik. De ha nyugdíjas leszek, akkor csak velük kell foglalkoznom, és őket kell nagyon-nagyon szeretnem. Ez a kitüntetés mit jelentett önnek? Hát én úgy tudnám ezt mondani, hogy az írápont. Nagyon-nagyon örültem neki. Végtelenül nagy megtiszteltetés volt számomra, és ezután is szeretném megköszönni azoknak az embereknek, akik ebben nekem segítettek, hogy ezt a szép kitüntetést átvehessem. Köszönöm szépen! És még egy kicsit a jövőt boncolgatva, gondolom, hogy azért az idős gondozás tekintetében említette a bővítést, vannak még elképzelések. Az is igaz, hogy ahogy már itt utaltunk rá, szemléletváltások is vannak, és zajlanak folyamatosan e téren. Ön mit látna optimálisnak? Tehát mondjuk mi az a nyugodt, kialakult helyzet, amit szívesen hátrahagyna majd, hogyha nyugdíjba megy? Mindenképpen azt szeretném, hogy az idősek a maximális szeretetet megkapják a jövőben is.
Egy kicsit olyan irányba megyünk, hogy nagyon nagy a bürokrácia a munkánk területén. Borzalmasan nagy. És én hozzám közelebb állt mindig az, hogy az emberekkel foglalkozzunk, ne a papírral. Természetesen megcsináljuk azért, mert meg kell csinálni. És elfogadom azt, hogy ha például valakit megvádolnak valamivel, akkor azt tudja bizonyítani, hogy mit tett. De én azt hiszem, hogy mégsem ez az elsődleges. Az elsődlegesnek nem a bürokráciának kell lenni, hanem annak, hogy az a néni vagy a bácsi, vagy éppen a fogyatékos jól érezze magát, és megkapja azt, amire szüksége van. Az íromány, az írás az csak egy másodlagos dolognak kell, hogy maradjon ezután is. És én úgy gondolom, hogy a dolgozóimat ilyen irányba próbálom ösztökélni, hogy ezt csinálják. És én úgy gondolom, hogy aki ott dolgozik ennél az intézménynél, erre maximálisan rátermett, és én annyit tudok mondani, hogy én, hogy így maradjon, még az utódomat is próbáltam magam után hagyni. Tehát van, akire ezt a munkát rá tudom bízni. Elvégezte az Illés Gyula főiskolát itt Szekszárdon, és én úgy gondolom, hogy ő méltó utódom lesz. Mindenről gondoskodott. Én zárszóként annyit tudok mondani, hogy szerencsések Tamásiban és ott a környéken élő idősek, biztos vagyok benne. Gratulálunk még egyszer, és további jó egészséget, sok munkát és nagyon szép nyugdíjas éveket kívánunk. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen. A nézőknek a figyelmet köszönöm, meg várom önöket legközelebb is viszontlátásra.